What's going on, folks? The day you have all been waiting for is here. The rework of Tachanka live gameplay reveal. My name is Yusuf Magid. And I'm Chris Waters. Folks, we are taking a look at the new Tachanka, his new loadout, his new gadget. We've got live gameplay coming up for you shortly. And a special guest, please say hello to David Perpignan out of Ubisoft Barcelona, game designer on the new Tachanka. David, are you excited to show him off? Üdvözlünk újra mindenkit az Esport 1 TV-n, a Magyar Esport TV-n. Hát megérkeztünk a Tachanka reveal-hez, és ezúttal itt van velem Adam B., most felváltotta Popetet. Az volt a kérés a Ubisoft felől, miközben üdvözöllek, Ádám. Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Hogy ezt próbáljuk meg valós időben fordítani magyarra, a magyar közösség számára, hogy szerintem az lesz a metódus, hogy így megnézzük a videót, amiben megmutatják az új Tachankát, és utána beszélünk róla. My friends, we are gathered here today to say goodbye to our old friend as we once knew him. Tachanka is dead. Long live Tachanka! Everyone's favorite Siege meme lord is getting a much-needed competitive rework. Now, when you're playing Tachanka, you won't hear this anymore. LMG! Mounted! And loaded! And you definitely won't be locked down to a single location. Tachanka now carries his LMG as his primary weapon and packs a new gadget, the Shumika Launcher, which fires incendiary grenades that excel at denying entry and roasting operators. Thanks to its 5-round magazine and high rate of fire, the Shumika launcher can be used to block off multiple entry points quickly. One round will shut down a single door or window, and you can quickly fire off more as needed to spread the love around. You don't even need line of sight to the area you want to cover because these bad boys bounce. As a low-speed, high-armor operator, Tachanka is still very much a backline anchor, but he has a bigger sphere of influence as he can now rain down literal fire from long range. He's a good alternative to area denial operators like Smoke, and he can cover a greater number of small areas more quickly. And if you happen to get caught up in an alarming blaze of your own creation, don't worry. Tachanka, like Zofia before him, can use the withstand ability to get up on his own when down. Now, Tachanka may still be Russian, but these days he's serving up Swiss cheese thanks to his DP-27 LMG. It's the same gun that was available on his turret, but it now comes in a handy on-the-go version. Featuring a custom vintage sight, this massive gun has special destruction capabilities that allow Tachanka to absolutely shred soft walls, eat up hatches, and create lots of openings for Shumika grenades. He may not be the fastest operator, but his newfound mobility and the destructive power of the DP-27 to open up rotation points in a matter of seconds, even from long range, make him a friend to roamers everywhere. He also pairs well with intel gathering operators like Valkyrie and Echo. With operators now able to ping locations from cameras, Tachanka can be even more effective with his versatile Shumika grenades. Rounding out his loadout is the option to take the 9x19 VSN submachine gun, as well as a choice between the PMM and GSH-18 sidearms. He can further slow down attacking operators by bringing along barbed wire, or he can pair proximity alarms with his Shumika launcher for a spicy attacker flambé. Tachanka is arriving on the PC test server tomorrow for a testing phase before his official debut on all platforms during Operation Shadow Legacy. So get ready to hop on the TS, take the shiny new Tachanka for a spin, and send the dev team your sweet, sweet feedback. And to keep up with the latest in Siege, subscribe to this channel and visit us at news.ubisoft.com. Oh, good job, John. Nos, kedves nézőink, ez volt tehát a maga a videó, a reveal videó, viszont a reveal szegmensnek egyáltalán nincsen vége.
Azért, mert azért még elég sok mindenről fogunk beszélni, elég sok mindent megmutatunk, de akkor foglaljuk össze, hogy mit is láttunk eddig, Ádám. Itt van ugye Tachankának az új gadgetje, ami talán a legfontosabb, az, hogy ugye most már nem az LMG-je lesz maga a gadgetje, hanem egy grenade launcher, és igen, az LMG-t azt most már hordozni tudja, a DP-27-et, amiben nagyon sok töltény van, és van rá egy custom site, és egy ilyen vintage site, illetve, hát azért milyen tulajdonságai vannak az, annak a fegyvernek, amit most látunk is a képernyőn. Igen, igen. És úgy látom, hogy akkor fogunk látni talán egy teljes meccset, valószínűleg a fejlesztők játszottak egymással egy custom game-et, ugye, hogy az új tacsankát bemutassák. Hát amint láthatjátok, amire nem tudtunk még teljesen kitérni, az most következik, például a Proximity Alarmot dobott, ez a másodlagos gadgetje megmarad, illetve a drót is. A fegyverkészlet egyébként ugyanaz marad, az LMG ugye a shotgun helyére érkezett, a szajga helyére, így szokták nevezni egyébként elég sokan. A másik három fegyvere, ugye az SMG, illetve a két pisztoly, ez ugyanaz marad, mint ami a többi orosznak is van. Pisztolyok ugye, védőben pedig Tachankának és Kapkannak is ugyanaz az SMG-je megmarad, és ez a grenade launcherje, amit láthatjátok, egy ilyen oxigén égető gránátot lő gyakorlatilag, igazából nem tudom, kapitához lehet hasonlítani, leginkább az eddig operátorok közül ebben az értelemben. Más játékokból megszokhattátok már ezt a pattanó gránátot, ugye? Nem lehet, hát hogy is mondjam, konkrétan egy helyre lőni pattanás nélkül, padlóról, falról pattan, és ezt bele kell kalkulálni gyakorlatilag. Hát igen, olyasmit lő ki valójában így játékmenetileg, jól fogalmaztál, Ádám, illetve a neve, hogyha valaki kíváncsi rá, Shumika Grenade, ami gondolom oroszul jelent valamit, aznak majd mindenképpen utána nézünk, hogy pontosan mit, mert így fejből megmondom őszintén, hogy nem tudom, de majd felütjük a Google fordítót. 10 van ebből, és az rengetegnek tűnik egyébként elsőre, ha mondjuk, hogy ez egy ilyen terület deny, area deny, igen, dolog. Igen, igen. Ha belegondoltak, Smoke-nak 3 van, igaz, hogy az azért talán ugye erősebb lett, hiszen azért dobni pontosabban tudsz, mint lőni, viszont ennyivel több van, akkor az is belefér, hogy mondjuk egyet-kettőt elhibázol, és a maradék 8-al meg jól játszol, akkor az még mindig nagyon erős tud lenni. Illetve látjátok ezt a custom side-ot is akcióban, ami nagyon clean-nek tűnik számomra, tehát egy ilyen redot és holó keverék, viszont a reflexnek a keretével, ami ugye a legvéknyabb keret, szóval ezt sem szabad szó nélkül hagyni. Nagyon lassú a gránátok betöltése amúgy. Igen, tehát hogy próbálják balanszolni azzal, hogy lassú, ugye maga az LMG-nek is az újratöltése, lassabb, mondjuk egy Aldánál gyorsabb, de lassabb, mint egy SMG. Viszont a grenade launcher az, ami talán azzal van balanszolva, hogy nem annyi, mint mondjuk Smoke-nál, hogy eldobod és kész, hanem elő kell venni először ugye magát azt a kilövő szerkezetet, és aztán azt újra kell tölteni. Ugye egyszerre egyébként talán 5 lehet betöltve? Vagy igen, egyes... igen. 2 ilyen 5-ös tárja van gyakorlatilag. Igen, ilyen 5-ös pack. És láttuk, hogy a gránátokat egyesével pakolgatja bele, mint van ez így általában a shotgunoknál. Úgyhogy, igen, ahogy mondtad, és ezzel gyakorlatilag visszahúzzák egy kicsit, hogy legyen valami hátránya, és úgymond elég lassú újra tölteni. Közben megkaptuk a választ arra is, hogy 70+1-es lesz a tárja az LMG-nek. Ez ugye, hogyha jól emlékszem, akkor 10-zel több, mint ami volt addig, amíg gadgetként szerepelt nála. Hát kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz kompetitív szinten, mennyire lesz használható. Pont ezen gondolkodtam, hogy mi okosat lehet erre mondani, nem tudok egyértelműen azt mondani, hogy biztosan hozva lesz, vagy biztosan nem. És lehetséges, hogy fogják még alakítani, az például nagyon jó az LMG-ben, ugye, hogy tud vele falat rombolni, ezzel egy kicsikét leveszi a terhet úgymond a shotgunos operátorokról, Smoke-ról, vagy Mute-ról akár például, ők a legbézikebbek ilyen téren, ráadásul kaptak ugye más flash scope-okat is, úgyhogy ez egy plusz érv arra, hogy hozhassanak akár SMG-t is, hogyha úgy adódik, vagy úgy nekik úgy kényelmesebb. Pont erre akartam kitérni, hogy a soft destruction az megint csak egy olyan dolog, amit elsőre alulértékelhet az átlagos mindennapi játékos casual player, de nézzétek, megfogja, és konkrétan egy egész reinforce-nyi falat, azt másodpercek alatt kiszed, ugye
Ha jól látom, akkor négyszer, nem, háromszor 70 tölténye van, tehát abból azért bőven ki lehet nyitni azt, amit szeretnél, és egy smoke shotgun is akár így fel tud váltani. Látjátok, hogy milyen szépen mindjárt ki fog esni a fal, igaz, hogy ezért ügyesnek kell lenni, hogy ez gyorsan menjen, tehát nyilván mindenki majd, ha megszokja, annál jobb lesz így a soft destructionben is. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és talán fontosabb annál, mint hogy például ugye a barbed wire és a proximity alarm megmarad, ami egyébként szintén két hasznos gadget, viszont hogyha a loadoutjáról beszélünk, úgyhogy a gadgetet nem számoljuk bele, akkor a fegyvere, ez az LMG messze a leghasznosabb dolog a soft destructionnel, illetve gondolom nem is fog keveset sebezni, mert hogy LMG-ről beszélünk. Igen, a fire rétje, viszont nagyon lassú, ugye? A fire rétje hang alapján megmaradt annak, ami eddig volt. Tehát a gyorsasága. Láttam róla a számot, és 550-re írják a fejőrétet. Igen, igen, azt hiszem egyébként talán Siege Wikin fent is van, eddig is annyi volt, tehát lassú fegyvere kell számítani, de nagyon hard hitting és soft destruction fontos. Beszéltünk a gránátjáról is, de még arról nem, hogy védő oldalon először ő lesz az, ki más, aki fel tud kelni az injurből egyedül, úgy, ahogy támad oldalon Zofia, ez a withstand ability, ez a harcosság neki is meg lesz. Edenby, milyen játékhelyzeteket kreálhatunk majd ezzel, hogy mondjuk tacsankával fel tudsz kelni, akár egy riték közben például? Hát itt igazából pont ezt a példát mutatták, hogyha magadra lőnéd ezt a tüzet, akkor igazából pont annyit sebez, hogy injurbe kerülj, úgyhogy igazából ez az első példa nyilván, ami eszembe jut, tényleg arról van szó, hogy ha injur belőnek, akkor fel tudsz kelni akár egy 1v1-ben például, ami nagyon hasznos képesség lehet. Igazából gyanítom akkor, ha withstand van, akkor ugyanannyi lesz az időtartalma is, mint Zofiánál. Ebből biztosan nem nyúlnak bele, egy elsőre így gondolnám. Közben írtátok, hogy Doc is fel tud kelni, de az olyan szempontból nem magától, hogy ő használ hozzá egy külső eszközt, egy gadgetet, igaz, ő is tudja resetelni magát, de tehát Zofia és Tachanka esetében ez úgy néz ki, hogy olyan rohadt erősek, hogy felküzdik magukat talpra, mert annyira durva katonák, szóval, de igen, teljesen igaz, amit Tyborg írt. Így van, Doc is fel tud kelni, tegyük fel, hogy egyedül. Viszont Tachankának ugye ez nem kell gadgetet használni, és mi. Viszont akkor, hogyha már így a Vicenet is kiveséztük, kibeszéltük, én közben azért félszemmel figyeltem itt a meccset is nyilván, amit látunk, hát hatalmas Legendary Six Invitational döntő van, szóval ilyeneket láttam, hogy ilyen 3K-kat lövöldözget a Tachanka, ez például azért lehet fontos, mert neki nem kell, vagy azért láthatjuk, mert nem kell reloadolnia a minden firefight után. Maestroval lehet ilyen szempontból párhuzamot vonni, olyan szempontból, hogy area deny, olyan szempontból pedig, ahogy emlegettük, smoke-ot, vagy esetleg golyó, talán még akire emlékeztethet. Mit gondolsz, Ádám, hogyha most tényleg ez egy esport közvetítés, beszéljünk arról, hogy esport meccseken ugye mit jelent az, hogy area deny egy operátor, mit jelent ez mondjuk a rankeddel szemben? Hát ténylegesen igazából kompetitív szinten ugye ez a gadget heavy meta van folyamatosan, most már egy nagyon jó ideje, ami igazából egyre inkább kitolódik időben, gyakorlatilag egyre kevesebb idejük van a támadóknak ténylegesen a site-tal foglalkozni, olyan értelemben, hogy a végső push-t megindítani, a defuse lerakására koncentrálni, és igazából pont ezért volt Smoke eddig is egy nagyon erős operátor, mert erre az utolsó 20-30 másodperce volt egy elképesztően erős gadgetje, ugye a Canisterrel, és ezzel tudta átrátatni a támadókat. Egyébként, ahogy mondtuk, egyre inkább kirajzolódik a kép, hogy ez a Tachanka, ez kicsit érdekesen hangzik, de tényleg Smoke-nak lesz egy alternatívája minden értelemben. Ugye itt van az a soft falbontás is, amire Smoke-on szokták hozni a shotgunnal, másrészt pedig tényleg ez az Arena deny rész, amikor mondjuk 10-15 másodperc lesz hátra a körből, és le vannak szorítva egy ajtóra a védők, akkor hogyha 3-4 ilyen tűz maradt, azt így körbelőjük, és esélytelen lesz utána behatolni a site-ra. Ahogy figyeltem egyébként, Capitao tüzes nyilánál picit gyengébb önmagában a gadget, nem csak abban az értelemben, hogy sokkal kisebb a hatóköre, hanem lassabban és kevesebbet is sebez. Uh-huh. Hogyha az első pillanattól az utolsóig benne állsz, én úgy láttam, ez persze nem biztos, de hogy én figyeltem, inkább így vettem észre, akkor visz le injurbe, ugye? Hát ennek ellenére nyilván, hogyha 3-4-et odalövünk egy ajtó környékére, akkor teljesen esélytelen lesz bármit is alkotni a támadóknak, úgyhogy ilyen értelemben egyébként kompetitív szinten is lehet egy hát használható operátor, mondjuk ezt. Nagyon OP-nak most még nem merném nevezni kapásból,
meg hát kíváncsi vagyok, hogy fog-e kapni karantént, mert ez egy érdekes vita, ugyanis nem új operátor, a játékban korábban ment lévő operátorok Rework után nem kaptak ilyen karantént, mióta ez a szituáció van, viszont teljesen megújították ezt az operátor, sokkal komolyabb változásokat kapott, mint bárki más korábban. Úgyhogy igazából indokolt is lehet, hogy akár csak a következő szezon első fordulójától kezdve lehessen használni, és ebben a stage-ben még nem. Bizony, ez jó, amit felhoztál, hogy például a közelmúltban kapott reworköt például Amaru, aki jelentősen hasznosabb operátor lett, viszont távolról sem kicserélték a gadgetjét. Ugyanez igaz lehet akár olyan operátorokra, akintől egy gadgetet elvettek, más lett a másodlagosa, elvették az ékot, stb. Tehát balanszoltak sokat az elmúlt időben a fejlesztők, viszont olyat, hogy konkrétan más a gadgetje az operátornak, olyan az közelmúltban, és úgy egyébként sem volt, ha visszaemlékszem, voltak nagyszabású reworkök, de ezúttal egy teljesen új játék elemet hoztak be az operátor életébe, ilyet még nem láttunk korábban, talán IQ-nál és Pulse-nál volt egyébként a két legnagyobb változtatás, meg talán Lion-nél az elmúlt években, ugye IQ például Smoke-on átlátott, de másra semmire nem volt jó köbben még az első évben az a gadget, aztán Pulse például nagyon gyenge volt az elején, aztán egész jó lett, sőt nagyon OP is volt egy időben, vagy hogyha például felhoztam Lion-t ugye példának, ő X-ray Vision-t kapott a drónjának köszönhetően, viszont utána azt lenörfölték, úgyhogy csak pingel, az is egy eléggé major rework és major nerf volt. Viszont ezek mind-mind az eredeti gadget koncepcióhoz csatlakoztak, Tachankái nem, tehát amikor kijött a játék, és kijött vele együtt Tachanka is, szó sem volt olyanról, hogy ő bármit gránátokkal tud játszani, nem volt szó grenade launcherről, éppen ezért ez egy hatalmas lépés, és egy új dolog a Ubisoft balancing policy-ben, mert ezt még nem láttuk korábban, szóval izgatottan várom, és hogyha már erről beszélünk, hogy izgatottan várom, Ádám, holnap jön TTS-re ez a Tachanka. Igen. És láthatjátok is, hogy testszerveren játsszák ezt a mérkőzést is, ott a jobb felső sarokban mutatja. Hát lesz még egy okunk ismételten letölteni, hogyha valaki letörölte, vagy ha nem is, akkor ismételten csak letölteni a frissítést és kipróbálni, én feltétlen meg fogom nézni, hogy fog kinézni ezt szerveren. Ugye nyilván arra is jó ez, hogyha kiderülne, hogy ténylegesen túl broken, akkor még itt tudják nerfölni egy kicsit. Nyilván erősnek tűnik így elsőre, de nem feltétlen lesz az szerintem. Mondom, ez kiderül még. És azért az fontos hozzátenni, hogy Ubisoft tanulva egy kicsit korábbi hibáikból is, például a profi játékosokkal folyamatosan kommunikál. Ugye Bolo is, vagy Pengu is például folyamatosan írták az előző szezon tesztszervere során is, hogy hetente kért tőle ilyen szöveges dokumentumot a Ubisoft, hogy szerintetek mi oké a tesztszerveren, meg mi nem. Nyilván nem 100%-ban erre hallgatnak csak, de elég erős a profik véleménye és a közösség véleménye. Úgyhogy ki fog derülni ez alatt a 2-3 hét alatt legfeljebb, hogy ez lesz a végső állapot a Rework-öl Tachankának, vagy pedig mondjuk nem is tudom, elvesznek tőle 3-4-5 gránátot, vagy kicsit csökkentik az időtartamot, amíg éget folyamatosan, kiderül. Hát Tachanka, kérem szépen, olyan impresszíven érkezett meg itt a reveal-ben, hogy a hangot azt el is vitte, ez egyébként nem a mi oldalunkon van, hanem ez elvileg így kapjuk, szóval Dedi, tudom, hogy nézel minket, ha lehet, akkor szóljál már a kollégáknak, hogy varázsolják vissza, mert akarom hallani azt, hogy nem tudom, grenade out oroszul, meg ilyesmi. Ugye most már az LMG Mounted és Loaded az eltávozik a játékból. Valamit azért, valami tisztelgésképpen a Lore-nak és a hatalmas meme-nek, ami ő a community-ben, valamiért azért remélem kis easter-ekként bennmaradt ez az, hogy mondjuk nem tudom, LMG Loaded, de a Mantidot mondjuk már nem mondja, tehát amikor mondjuk rávált erre a fegyverre. Remélem, hogy azért a régi Tachanka karakterből is maradnak itt elemek, hát látjuk, hogy azért kinézetre nyilván ugyanaz az ember, viszont erről még nem beszéltünk, apróság, tehát azért mondjuk el, hogy nyilván mivel már nem lesz neki a Mantid LMG, ezért maga a operátor kártya is új lesz. De hát ezt gondolom azért kitaláltátok, hogy nem a régi LMG-vel fogadtálni. A kezében. Bizony, bizony. Remélem egyébként, látjuk, hogy jó nagy ívben lehet lőni ezeket a gránátokat, remélem egy újféle spawn peak is lesz vele. Jaj. Be lehet lőni igazából a spawnokra gyakorlatilag, hogyha nagyon ügyes az ember, legalább egy-kettőre. És itt pont konzuléten jutott ez eszembe, hogy hát egy-két helyre lehet megvalósítható lesz.
Igen, viszont még erre a reveal videóra és a meccsre, show meccsre kitérve, hát azért már egy-két hónapja szerencsére nem Xboxon játsszák ezeket a gémeket 60 fovon és stb., mert voltak ilyen idők. Na nem azt mondom, hogy az baj volt, de mindig jobban szeretem látni, mikor a lehető legkompetitívabb hát platformon játszák, mert azért ezt kompetitív meccsnek távolról sem nevezném. Most is látunk egy triplát, hatalmasat megy Jake Usan, viszont át a Lordot lelövik ez a Kali, ekkora ünneprontot, komolyan mondom. Hát nem tudja még, hogy ez le fog rá csapni, és ez 7 év bal szerencsét jelent, hogyha lelövöd a Lordot a saját show meccsén. Mindenesetre akkor összefoglalva el tudjuk mondani, hogy ez holnap jön TTS-re. Rendes szerverre nem tudjuk, hogy mikor érkezik, erről nincsen hivatalos info. Én azt tippelném egyébként, hogy 2-3 hét. Az új szezon nem hiszem, hogy megvárják vele, mert akkor magát az új szezon reveal-t is megvárták volna vele. Úgyhogy, ja, 2-3, nagyon max 4 hetet szerintem várnunk kell arra, hogy ez live szerveren legyen, és akkor összefoglalóak pedig ugye új gadget, grenade launcher, a LMG-t pedig most már körbe tudja vinni, van rá custom site, egyszeres egyébként, soft destruction-ja nagyon erős lesz, és withstandelni tud, ami számomra egy nagyon erős dolog, és ha belegondolsz, akkor mennyi mindent tud Tachanka, egy picit ez az egyszemélyes hadsereg, amit támadó oldalon például ész képvisel, hogy egyszerre tud ugye lyukakat nyitni, nagyon erős tud lenni akár Firefight-ban, hiszen nem fogy ki és sokat sebez az LMG, ráadásul withstandelni tud, és eriadni a operátor, tehát 4 különböző nagyon erős játék dolgot is, játékmeneti dolgot is tud, amire azért kevés példa van védő oldalon, támadó oldalon talán több ilyen egyszemélyes hadsereg van, mint mondjuk Ace, vagy akár Zofia is nagyon-nagyon sok minden dolgot tud egyedül. Egyébként ezt még nem mondták, viszont a műsorban biztosan fogják, úgyhogy hát félig meddig egy kis spoiler, például annak, aki nem olvasott e-sport egy pontút az elmúlt hetekben, hogy érkezik 2 elit is, és nekik is láthatjuk majd például a meccs végi animációit, ugye Buck, illetve maga a Tachanka elit is érkezik. Úgyhogy, hát igen, aki nem látta még, azok... Hát a Buck az már bent van a játékban is, szóval az nem nagy spoiler. Igen. A Tachankát azt nagyon várjuk, úgyhogy arra kíváncsi vagyok. Én direkt így leakeket meg stb. Sosem nézek, ezt már mondtam talán GIF-en, lehet itt is, hogy ez az visszatért a hang. Szóval mondtam, hogy én magamnak nem rontom el a meglepetés faktort, ez szerintem, hogyha valaki szeretné, akkor megnézi, ha nem szeretné, nem nézi, de cseten se spoilerezzetek, ha esetleg tudtok valamit. Illetve abban reménykedtünk Bond Eddie-vel, hogy nem csak magáról, Tachankáról fog szólni ez a reveal, mert egy órára van tervezve, egy óra hosszúra van tervezve ez a reveal. Most járunk 22 percnél nagyjából úgy, hogy már mindent is láttunk körülbelül, láttuk a reveal videót, látjuk a show meccset, aminek nem sokára vége. Szóval... úgy gondolom, hogy itt lesz még azért más, talán az eliteken kívül is, de hát ezt hamarosan majd úgy is meglátjuk. Addig még visszautalva, hogyha párhuzamot akarunk vonni operátorokkal, vagy épp az, hogy ellentétes megfogalmazásokat szeretnénk tenni Tachanka kapcsán, ott van például Lion, aki amikor beérkezett, nagyon erős volt, broken volt, és egyszerűen, amikor már néztük a reveal-t, akkor is az volt rá ugye amit mondtunk, hogy egyszerűen nincs arra érved, hogy miért ne nyom meg a gombot, nincsen rá különösebb counter, azon túl, hogy megállsz, vagy hát pont New Jammer van a lábadnál. Viszont Tachankára azért, ahogy nézem, lesznek counterök, elsősorban például az, hogy nem is egy konkrét operátor lesz rá a counter, hanem az, hogy amikor előveszed a grenade launchert, akkor... tehát, ki vagy szolgáltatva, hasonlóan, mint mondjuk Hibana esetében, hogyha azt akarod használni rendszeresen és hasznosan, akkor valószínűleg egy csapattársnak kell, hogy védjen és ott legyen a közelben, vagy legalább meg kell arról győződni Enter Gadgetről, hogy ezt tényleg megteheted, tényleg elővetted és lőheted a next match. Na mindegy, ez érdekes, mert azért még egy meccset én lehet jó, nem tolnék. Jó, hogy visszakaptuk a hangot, meg kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak még mondani, mit ebben a 20 percben nem vettünk elő, vagy ők nem vettek elő. Well, the bar looks all the way up. Number is 50 and capacity is 70.
Those are the numbers on the DP27. Because Yusuf is spectating, we can't like show you exactly the operator loadout screen. Oh, yes, we can. Igen, loadout, amiről már egyébként beszéltünk, de rossz fül. Mindjárt meg is mutatják nekünk. Itt van, ugye, amit mondtunk, hogy PMM, illetve a GSH pisztolyok megmaradnak, és itt láthatjátok, 48-as damage érkezik az 55-ös fire rate mellé. Önmagában az elsődleges fegyverek közül ebben az értelemben nem egy kiemelkedő fegyver. Az SMG-t azt pedig mindenki ismeri szerintem. Bent van ugye a játék legelső napja óta, most már több mint 4 éve, lassan 5 éve. Így van, egy bő 2 hónap múlva lesz az 5. szülinapja a Rainbow-nak. És hát azért sokat kellett rá várni, hogy a Lord egy értelmes operátor legyen, de úgy néz, hogy lassan megkapjuk. És megint visszacsatolva utolsó gondolat ezzel a Lion-ös dologgal kapcsolatban, meg tacsankás dologgal kapcsolatban, hogy nem tűnik brokennek, nagyon erősnek néz ki, de így első 20 perc után semmiképp sem mondanám rá azt, hogy broken, különösen azért, mert hogy 3 armor, ami már önmagában ugye Peaker's Advantage-el és a mit tudom én milyen spammekkel nem tud ilyen szempontból broken lenni. Illetve a gadget használata, az én úgy látom, hogy high risk és high reward, nem pedig low risk, high reward, mint mondjuk ugye Lion volt, amikor bejött, vagy Blackbeard. Bár egyébként erre lehet mondani azt ellenérvként egy smoke-kal ellentétben például, hogy abban az értelemben viszont nem kifejezetten high risk, ugye smoke-kal összehasonlítva, vagy fedezékből is bőven ki tudsz lőni ilyen gránátokat a pattanásnak köszönhetően, ki kell tapasztalni persze pontosan, hogy hogy pattan és meddig. Nem is tudom, például most ilyen basic védelmek jutottak eszembe, például Coastline-on egy szervíz ajtó védelem. Ugye smoke-kal ki kell lépni a rácsokon túl, vagy ezen a fél falon túl, hogy kidobd a canistert, míg tacsankával például bőven fedezék mögül kilőheted akár, és le tud pattanni az ajtó elé. Természetesen az emblémája is megváltozik, egyébként most figyeltem fel rá, de ugyanúgy logikus. Egy kicsit talán az Ophia Concussion pattanáshoz fog hasonlítani. Igen. Akkor, amikor ugye nem robban be egyből, nem triggerelődik egyből a Concussion gránát. Igen, nagyon szép lett az új ikon, jó, hogy felhívod rá a figyelmünket. És egyébként azért valamilyen szinten, ez egy nagyon ilyen, hogy mondják, valami S-betűs szót keresünk, csak nem jut eszembe. Lényeg, hogy olyan furcsa megválni a régi tacsonkát, annyira hozzánk nőtt már, és mi hozzá nőttünk, nem csak a mémhez, hanem úgy általában ahhoz, hogy az elmúlt 1-2 évben folyamatosan változik a játék, folyamatosan a pályák változnak, a meta változik, előtte nem ilyen ütemben változott a játék, én úgy gondolom. Kivéve mondjuk a Velvet Shell-t, amikor azért Mira eléggé átalakította azt, ahogyan védünk és támadunk. Viszont ehhez hozzá kell szokni, hogy random szezon közben bejön egy tacsanka rework, megváltoztatja akár a legtöbb site-ot, vagy a site-ok közül párat, aztán pedig kövi szezonban érkezik majd egy skyscraper rework, lehet, hogy mindenkinek az lesz az új kedvenc pályája, érkeznek új feature-ök, stb. Úgyhogy ehhez lassan hozzá kell szokni, és elsőre amúgy nem könnyű elbúcsúzni egy olyan dologtól, amihez 5 éve már mondjuk nap mint nap mém, vagy akár in-game-ben is láttad, mint például Tachanka. Hát ez nagyon impresszív, ez nagyon igazából kifogytam gyakorlatilag gondolatokból, hogyha figyelek a meccsre. Persze, azt is csinálhatjuk egyébként, hogy figyelünk Chris Watersékre, aki egyébként nagyon durva megnevezette a haját így a karanténban. De nem áll rosszul az öregnek. Rendszeresen szállítja a híreket nekünk, akár a lanokról, amíg voltak, akár pedig ugye a reveal-eket félig meddig ő szokta vezetni, olyan szempontból, hogy a videóban ő a narrátor. Érdekes, hogy most nincsen nekünk klasszikus hostunk, tehát mint például, nem tudom, hogyha ez egy Eni adáson lenne, akkor például Lazán lehetne az ottani host, az, aki viszi az adást, hanem 3 egyébként nem rainbows ember viszi. A game designer nyilván rainbows, de olyan értelemben, hogy nem community fejlesztő, illetve nem egy esport caster vagy host.
De ügyesen viszik, úgy látom, hogy nincsenek távolról sem megijedve. És hát megy ez a kafé meccs is. Lehet, hogy mégis csak arról van szó, hogy kettő meccset látunk, és azt fogja kitölteni az egy órát. Egyébként zűnyerűen meg ki van dolgozva maga a fegyver, úgyhogy különösen bántja a szemet az, hogy bagos az újratöltés bizonyja, hogyha megnézitek. Ugye elnyúl gyakorlatilag a, nem is tudom, minek nevezik azt a részt. Nem az, megbuktam egy kicsit fegyverballisztikából. Majd, hogyha tölti újra a gránát, akkor láthatjátok, hogy a kezével gyakorlatilag átnyúl a fegyveren, és az akkor az nem reagál rá, ami végigmozog. Ja, majd figyelem, Töltés közben. Én egy kettő újratöltésével ezelőtt vettem észre, és azóta nagyon bántja a szememet. Hát pontosan ezek azok a dolgok, amiket TESZ-szerveren remélünk kijavítanak. Igen, illetve remélem, hogy a TESZ-szerver elindul majd nekem Vulcanban, mert ugye rendes játék az már nem indul egy hete, pedig elvileg három patch is volt rá, hogy működjön. Hát nem baj, addig játszok DX11-en, nem nagy tragédia. Megint bárba fog menni a védő kék csapat tacsankáék. És úgy látom, hogy a támadók például egyik irányból úgy próbálják counterölni a csankát, hogy hoznak blitzet, aki működhet olyan szempontból, hogy hiába beletúrsz 60 töltényt, a shield az ugyanúgy nem fog neki fájni. Még hogyha ugye nincsen shield, akkor minél többet darálsz ezzel a fegyverrel, annál veszélyesebb vagy. Bár egyébként az lenne még egy érdekes dolog, most ahogy emlegettük ezt, hogyha Kalios hasonlóan félre tudná ütni a shieldet gyakorlatilag az LMG-vel, akkor ereje lenne a lövéseknek. Júj, hát akkor az Tachanka 100% pikrét, és society if meme-ek jöhetnének. Igazából nem győződtünk meg még az ellentétéről, azért jutott ez eszembe. Montány ellen láttuk játszani, de csak akkor, amikor ki volt engedve a shieldje teljesen, azon meg ugye úgyse használ. Illetve, ja, de mondjuk azon is használ talán a Kali. Mindegy, igazából Kali. Ja, hát Kalival Montira nem illik lövöldezni, ne csináljátok, mert fájni fog neki. Illetve talán most már, hogyha ugye korábban Tachankára ilyen counterök volt, hogy Capitao például, aki ugye a töret mögül ki tudta őt égetni a gránátosok, most már taktikát kell váltani, és gondolkozhatunk, hogy ki az, aki igazán erre counter lett, hiszen támadó oldalon nincs olyan operátor, aki kiszedi a repülő gránátokat, ugye ilyen kettő is van védő oldalon. Talán az lehet counter Tachankára, hogy mondjuk hozol egy Kalit, és jó távolról kilövöd, mert azért akárhogy nézzük, ezzel a fegyverrel az egyszeres scope miatt távolra nem a legkönnyebb játszani, illetve hogyha a grenade launcher van a kezedben, akkor akármilyen angle-ről el lehet kapni, nem fogod visszalőni a kis tüzes golyókkal. Szóval egy szónak kis száz a vége, ki kell majd tapasztalnunk, hogy Tachanka ellen mi az, amit jól tudunk csinálni, mert azért az elég egyértelmű, hogy továbbra is egy anchor operátor, hogyha az ő szemszögéből nézzük, illetve annak szemszögéből, aki hozza. Hát ugyanúgy anchor, mint eddig, viszont fontos, hogy a kör végéig életben maradjon. Aha, igen. Levegőben markol gyakorlatilag. Hát ez unplayable, de valószínűleg ez hamar kijavítják, tehát ez nem egy olyan, ami nagyon nehéz, legalábbis volt már sok ilyen reload bug, amit szinte azonnal fixeltek. Tehát igen, kör elején rotation hole-ok nyitása, kör végén pedig plan deny, ami az ő feladata lehet, és itt közben egy 1v2-ben látjuk AP Team 08-at, ő a kedvenc játékosom, a sárga csapat ellen a kékből, megvan a kill, és esik a diffuser, Eden B, nézd meg, és micsoda klasszis megoldás, egyből érkezik a grenade, hogy ne tudjon bejönni az ajtón a finka. Igen, ezzel is elhúz egy pár másodperc egy gyakorlatilag, kényelmesen vissza tud húzódni koktélba. Kettő. Teljesen másik pozíciójából várja a finket, igazából a 2-4-je van még, ahogy azt akartad mondani te is. Igen, pont azt akartam felhozni, hogy a rotation hole-hoz esetleg ellőhetné, vagy pedig a másik ajtóhoz, de nem így lesz, hanem csak simán. Elkapja a Degatrov LMG-vel az ellenfelet, lelövi simán, lábra tart, sokat játszik goldban,
de mint látjuk, itt is működik, úgy, mint Rankeden, úgyhogy lehozza az 1v2-t a Tachanka, és legendás klippek már is jöhetnek a csatornára vele kapcsolatban. Egyébként itt, ahogy látom, igazából rotálódás van a körök terén, tehát felváltva játszanak egy védő és egy támadó kört. Nem is tudom, mióta nincs ez már így 3 éve kb. Hát show meccsek, azok show meccsek. Ilyen emlékeket idéznek fel bennünk, és tépnek fel akár régi sebeket. Pont tegnap néztem ilyen Paris Major környéki videókat, többek közt akár ilyen valós emlékeket, és ugye ott még 6 kört kellett nyerni ahhoz, hogy elhozza a pályát. Nem tudom, én valahogy még mindig azt mondom, hogy az nekem jobban tetszett. Néha túl hosszúnak érzem az egy-egy meccset, bár ez szerencsére egyre ritkábban fordul elő, mert már azért nyilván jó ideje hozzászoktam. De ezt a felváltott kört látni, hát ez még annál is nagyobb flashback, mint a 6-körös komp meccseknél. Igazából látjuk, Dining Miningot pikkelnek. Helyes. Elnézést, ez nem is gold. Szokatlan. Kompetitív szinten nem? Ez bronz. Igen, hát developerek. Azt nem látom, hogy vajon milyen skinek lesznek elérhetők erre a fegyverre. Ó, igen. Jó kérdés. Mert, lesznek egyáltalán. Számomra ugye például az elsődleges dolog az lenne, hogy... Tehát, hogyha megnézed, alul van a dobtár alatt. A tár alatti rész, ez szerintem az 5. éves season pass skin, ez a fehér arany csíkos. Igen, az én az is úgy látom. Jajaj. Az egy hatalmas F lesz, hogyha az egy rendes Jana, de nem egy rendes Jana, csak a Gemini Replicator. Tehát például a dobtárat, azt át lehet majd színezni mondjuk a skinekkel. Mert azért Epic és Legendary skineknél megszoktuk, hogy magát az attachmenteket nem színezik át, mert ugye arra ott vannak az attachment skinek, de mondjuk a barrelnek a legvégéig is elviszik a színt. Hát én egy hatalmas, nem is tudom, orosz zászlót el tudnék képzelni, vagy orosz nemzeti címert a dobtárra, és akkor azzal szaladgálni, vagy ajj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 aj
gondolom. De hát aztán meghal még a Dokkebi is. De nem, APT 09 is halott, úgyhogy Jake Uzan egyedül van a Janán. Egy drónja van valahol a pályán, amit fel tudna használni. Illetve szerintem már megint be van töltve a Replicator. Nála van a Defu, felszette. Lássuk, hogy meg tudja oldani az 1v2-t, ugye az előző körben láttunk 1v2-t. Ezt megnyeri a Valkyrie nagyon szépen. Ekkora headshot volt, amit olyan kapott. Kicsit érdekes pozícióba ment le a Defuser, de hát na. Géjen, ilyenkor meg kell írni. Ilyesmi. Chris Waters pedig lement gyorsan, hogy is hívják, Bikini Fenék? Az a neve, ahol Spongyabob él? Igen. Úristen, amit, hogy tudok? Már visszatért, pedig tetszett nagyon. 2-1 a kékeknek, 4 kört kell elérni, ugye? Gyanítom, igen. Úgy emlékszem, volt 3 pont az előző meccsen. 3-2 volt, és 4-2-re nyert szóval. Az egyik csapat, igen, az előző meccsen. Mennyi a delay, az a kérdés? Hát, nulla, így a nemzetközihez képest. Nagyon legendás casual szabályrendszer, hogy mindenki csak egy oldalra spawnolhat a támadók közül, de hát na, erősíteni a csapat egységet. Ez azért nem sima, amit itt látunk, maradjunk annyiban. Ez TTS, igen, ez TTS. Na hát nézzük meg ezt a maradék 2 vagy akár 3 kört. Nem tudom, hogy overtime van-e. Mert most nem is tudok következtetni, mert ilyen szabályrendszer, ami konkrétan most megy, ilyen nincsen jelenleg a Rainbow-ban, szóval nem tudom, hogy overtime van-e.
Aj, Ádám, de hiszen az a legjobb, amikor össze-vissza cserélgetitek az oldalakat. Megint itt van AP Team 08. Igen, egyébként nagyon sokat nem értették, amikor érkezett ez a változás, ennek mi értelme volt, nem is értettem, hogy miért nem értik. Tehát nagyon sokan ragaszkodtak a régi rendszerhez, hogy felváltva játszottak támadó meg. Jaj, hát Magyarországon nagyon sokan ragaszkodnak a régi rendszerhez, úgyhogy ebben nem menjünk bele. Tehát látjuk, hogy megint line of sight-ot intett a Csanka, ugye erről már beszéltünk. A proximity alarmokat nem dobálja ki AP Team 08. Mondjuk nem lenne sokkal másabb ez a védelem, hogy a 95 évekét proximity alarm, mert nagyjából ennyit ér az a gadget. De azért más is azt hozott, jó van, jó látni, hogy ugye az emberek fejlesztőképben vannak azzal, hogy mik az erős gadgetek és mik nem. Lehet direkt játszák a gyengébb gadgetet, hogy népszerűsítsék a streamekben. Meg egyébként nem feltétlenül ők ugye a legjobb játékosok abszolút, meg nincs is sok idejük játszani, gondolom, mert egyébként nagyon sokat poénkodunk azzal, hogy a Rainbow Six-nek nem tudom, nincsenek jó fejlesztők, vagy nem foglalkoznak eleget a játékkal, de igazából ez nem igaz, szerintem. De ez például Daddy is, meg tapasztaltabb programozók is megmondják, hogy amúgy egy ilyen játékot brutál nehéz készíteni és fejleszteni, összehasonlítva akár egy C-vel, vagy olyan, vagy akármivel is. Ezért van az, hogy néha több idő, amíg javítanak benne dolgokat, vagy igen, ezért van több hiba bennük, úgy összességében sokkal összetettebb magát a játékot, nem csak játszani, de fejleszteni is, úgyhogy emellett nem csodálom, hogyha mondjuk ezzel foglalkoznak egy nap 10 órát, akkor utána nincsen kedvük hazamenni még ezt is játszani, hanem bármi más csinálnak szívesen utána. Na hát Kessel úr egy 1v5-ben maradt 20 HP-val, nem éppen a legkönnyebb szituáció. És nem is látjuk, hogy ki gyilkolja le őt végül is, csak most a kill-camből derül ki. River Dogs 14 fantasztikus lövését láthatjuk. Ez egy NSG, NST, minden jöhet chatbe. Közben akkor, mert azért most valljuk be, hogy azért nem az életünk meccse, amit most látunk, úgyhogy inkább legyen egy kis interakció a chattel. Írjátok meg, hogy ti mit gondoltok a tacsankáról, mennyire tetszik, fogjátok-e használni, szerintetek mennyire lesz népszerű pikrankeden, ilyesmit indítsunk el egy beszélgetést, hogy azért a következő két körben ne csak arról tudjunk beszélni, hogy hány proximity alarmot dobálnak ki az emberek. Meg ki mennyire várja a Skyscraper Rework-öt például? Ugye ami biztos, az kanállal egyetemben, szerintem, hogy a Rework-öt kanállal egyetemben, hogy fent érkezik egy második híd is, egy második folyosó gyakorlatilag, ahol lehet közlekedni a két fenti rész között. Ugye az egyik ez a... T-nek hívták a site-ot, már kezdem ezt is elfelejteni. A site-ot T-nek? Ja, T-room, azt hittem, hogy T, mint a betű. Igen, volt T-room. T-room, igen. Igen, a G-s a mellett. T-roomos részt, illetve az officeos rész között lesz szerintem egy másik híd is. És a sárkány elvileg az egy belső dolog lesz, egy beltéri cucc. Igen. Hát igen, ez a kettő az együtt jár gyakorlatilag, a sárkány van a kettő között. Az furcsa lenne, akkor lenne még egy, akkor tükröznék körülbelül a mostanit. Hogyha nem így lenne, ja, jó, igen, így lesz a Sky, ahogy mondod. Ezen kívül egyébként igazából azért Skyscraper bőven lehet reworkölni, annak ellenére, hogy amúgy egészen sok ideig volt kompetitív pálya, nem véletlenül nagyon ritkán láttuk. Én a színeket egy kicsit átvariálnám, mert a Café is nekem határeset, hogy minden vörös, de a Sky az tényleg, tehát konkrétan kb. Egy vagy két olyan hely van, ahol nem pirosak a falok, vagy valami piros jellegű dolog nincsen, nagyon egyhangú az a pálya szerintem, és fontos a color coding, illetve fontos az is, hogy a lehető legjobban kivedd az ellenfeledet, most, hogy már kismilliárd uniform van a játékban, és ilyen meg olyan színekkel olvadnak be az emberek, szerintem fontos az, hogy azért a falak színe az engedélyezze azt, hogy te lásd az ellenfeled, és hasonló dolgok. A lightning az sem volt feltétlenül a legjobb, Skyon bár azért volt rosszabb, tehát azért nem a legrosszabb, de mindegy, most azért inkább térjünk vissza ehhez. Azt hittem, hogy elment a hang, de nem csak simán nem beszél senki. Tacsanka, már csinál egy tacsanka nélküli kör nagy bánatunkra. Ez mondjuk eléggé nonsense, de nem most nem akarok ezzel kapcsolatban így semmit továbbit mondani. A Blitz megtalálja a Banshee-t, és közben lekéseli a Lion az utolsó Clash-t, hatalmas megmozdulás. Ajajaj, hát ez érdekesebb talán, mint hogyha egyébként most menne egy European League, mert azért nem látunk. Ne legyünk annyiban, ez Bikini Buddy Smurfön játszott, nem is tryhardolt annyira.
Ahogy figyelem a csatát, igazából nagyjából egyetértenek velünk, illetve körülbelül ugyanazok a vélemények hangoznak el, amiket mi is mondtunk korábban. Összességben pozitív a hozzáállás, talán csökkentik a gránátok számát, ezt mondtuk mi is, hogy ez benne van a pakliban. És talán nem lesz olyan kemény meta operátor igazából, igen, ezt is mondtuk mi is gyakorlatilag. Úgyhogy ja, tehát már eleve odájítottunk, hogy érkezik egy idézelesen új operátor, és nem megosztó. Azért ennél általában több egyet nem értés szokott kialakulni így a nézők, kaszterek, játékosok körében, bár a játékosokat még nem láttuk. Mindjárt egyébként lehet, hogy megtelszét néz, mert most már biztosan reagáltak páran. A jó kis Tachanka rework-re. Na, hát Interroben azt írja 7 perce, hogy szóval az új Tachanka elég erősnek néz ki, ugye? Egyébként egyetértek, elég erősnek néz ki, viszont ő sem a broken szót, vagy az OP szót használja, ami nagyon fontos. Aztán itt van Pengu-nak a tweetje, aki egyébként ma szülinap, és még lehet, hogy egyszer-kétszer fel fogjuk köszönteni a meccse során. Milyen játék indul itt a háttérben? Szóval... Nem, pedig szerintította a játékosban, maradt a hang, vagy ilyesmi, vagy a másik szerver ízi. Igen, Pengu azt írja, hogy miért van Tachankának vicc tengye, ez egy vicc. Úgy látszik, Pengu nem örül annak, hogy fel tud tápászkodni Tachanka magától. Zofiánál is tök random volt. Itt olyan szempontból, nem, és elnézést, Zofiánál is csak gameplay szempontból tök random, mert karakter szempontból, behind storyból, Tachankánál és Zofiánál sem random, mert hogy ugye Zofia is egy nagy katona, ilyen karrier, olyan karrier, meg ugye Tachanka is hát a legbedesszebb karakter, orosz ember, hát csak van annyira kemény, így 50 nem tudom hány évesen még mindig, hogy azért ha belelőnnek 5 golyót még fel kell, és még kibér még 2-t vagy 1-et, hát igen. Inkább 1-et. Szóval ja, ez ilyen sztori van mögötte, így válaszolva a Pengu kérdésére. Gameplay szempontból, balancing szempontból én sem látom sok értelmét. Igazából olvasom, hogy tovább a véleményeket mindenki ezen lovagol elsősorban, hogy miért tud ő is talpra állni Injure-ből. Hát igen. Na hát Fabian is hatalmas megjegyzésekben van. Az új Tachanka rework-kel olyan gyorsasággal rajzolhatok mostantól férfi nemi szerveket a falra, mint eddig soha. Tehát azért látjuk, nem hogy nem mevrikezett ügyesen akkor. A pro játékosok is azért nagyon várják, tehát olyan feature-ök jönnek be a játékba ezzel, ami nagyon speed-up-olni fogja. Tehát, és úristen, közben nézzük meg akkor a replay ezt a ennek flicket, a figyel. Nagy flicknek. Hát ez hatalmas. Hát AP Team 08-nak ez a második 1v2-je, ő az MVP, teljesen megérdemelten, és eddig a világ legjobb Tachankája közvetített mérkőzéseken. Legalábbis a Rebirth-ről Tachankán. Abszolút csúcstartó. Közben jön ilyen kérdés, hogy mennyit damage-el a gecsitje Tachankának. Erre konkrét számot ugye nem de lehet mondani, ugyanúgy működik, mint Capitao-nak a tüzes nyila. Kicsit. Én azt vettem észre, hogy picikét lassabban sebez, és egy picit kisebbet. Tehát mondjuk, nem is tudom, amíg Capitao gecsitje sebez 5-ször, addig Tachankáé 4-szer. Ádám, elolvastad? El. Jó, akkor mondjuk be, hogy Secretly mit írt. Meg Secretly. Szóval Secretly azt írja, hogy a Tachanka reveal az BO3, de a European League az nem. Hát de legalább, igen, hónapok óta jön a kérdés, hogy a European League-ben is legyen BO3, a European League adásba bevittek egy kis BO3-at legalább. Én, közben egyébként éppen a gecsitjének a sebzéséről beszéltem. Szóval egy picit kisebben sebez, mint Capitao, és egy picit lassabban sebez gyakorlatilag, mint Capitao tüzes nyila. Hogyha jól figyeltem meg, egy ilyen gránát az arra elég, egyébként altókörre sokkal-sokkal kisebb, tehát mondjuk szerintem területre ilyen harmad, vagy inkább negyed akkora. Körülbelül egy ilyen 1-1,5 méter sugarú kör lehet, átmérőjű, 1-1,5 méter átmérőjű kör lehet az,
amit tud égetni, és ráadásul bankon játsszák a utolsó pályát. Na ezt nem láttam jönni. Végre egy kicsit még rankedesebb lesz a bemutató, ugye bank már egy jó ideje nem kompetitív pálya, meg River Collins sincsen szó egyelőre. Úgyhogy jelenára szerintem is marad az. Ahogy mondtam, én úgy figyeltem meg, bár ezt sem kell még egyelőre készpénznek venni egy ilyen, vagy két ilyen meccs alapján gyakorlatilag, hogyha az első pillanattól kezdve az utolsóig benne állsz ebben a tűzben, akkor injury-ig jutsz. Ez egy kicsit meghalt a kép, hogyha jól látom. Hát ennél jobban nem is láthatnád, Ádi, viszont ne jegyetek meg, mert rajta vagyunk a dolgon, hogy működésre bírjuk a gépezetet, hát ha csak nálunk kell valami kis dolgot javítani, és úgy látom, hogy igen. Úgyhogy itt is van. Akkor a mérkőzés, hát egy igazi banger azért, ezek a gridlock glasspickek, másik oldalon a frost megint megjelenik. Nem sima, nem sima. Mi történik, Ádi? Közeli gogat vítet látok. Tegények inkább játszanák már a saját meccseiket. Megkérdezték a fejlesztők, hogy akartok-e még egy mérkőzést nézni, és a teljeset elkezdte itt capslockkal, nagybetűkkel kiírni, hogy no, inkább néznék már a European League-et. Tehát a jóból sosem elég. Megnézzük, hogy végül is kinyeri meg ezt a BU3 sorozatot. Itt közben szegény Ken nagyon kilőtte az összes ammóját, 210 volt neki alapból, úgyhogy ebből 196-ot kilőtt, és további 14-jel veszi fel a versenyt az ellenféllel. Meg egy halom gránáttal, ugye? És kifele is lehet lőni, sőt, hogyha az ablak keretre lövöd, és akkor mondjuk kíváncsi vagyok, igazából akkor ki is tud pattanni, meg be is nyilván. Meg gyanítom, ugyanúgy leesik maga a tűz, idézelsen leesik a földre, mint Capitaoénál. Tehát nincsen, hogy ahol felrobban mondjuk a levegőben, hogyha lejárt a pattanási idő, akkor ott marad, mint ahogy Capitao régen működött. És itt látjuk Ken szépen talpra találni magától, meg hogyha a csapattársát nem lőtték volna el közben az ablakról, akkor őt is ellőni. Ezzel ezért nem kifejezetten örülnek neki a profik, hogy ilyen erős lesz. Robbantani fizikai értelemben nem tud a néd, tehát ahogy rálőtte a szoffal reggel a környéken, sem lyukasodott gyakorlatilag, vagy hogy magán egy hatchen landon is robban, akkor nem szedi ki magát a hatchet attól még, hogyha jól figyeltem. Ja, és természetesen, amit igazából most még nem említettünk meg, az az, hogy érkezik rá a Rogue skin, amit meg tudtok venni ti is, ugye? A Rogue is ilyen Tier 1-es Pilot Face programot kapott, úgyhogy aki megvette az uniformot és headgear-et már kapott a tasankára, de olcsóbb volt, úgyhogy ez nem jelenti azt, hogy megkapja alapból a skint, és azt meg kell venni külön, ugye 300 R6 kredit az ára a skinnek, vagy VIP-val nyilván 10%-kal olcsóban 270. Közben úgy néz ki, hogy a végéhez értünk ennek a showmatch közelítésnek, tehát egy kört láttunk belőle, és lépünk is ki azért, mert azért jön a következő European League match, és ezért csúnya lenne, hogyha a European League csúszna a showmatch miatt. Igazából összegezték megint azt, hogy mit láttunk, mi történt, illetve felhívják a figyelmet arra, hogy kövessétek a Gaming Instant mindenhol. Nem ezt mondták, azt mondták, hogy a Ubisoftot, a newslettert kövessétek, illetve a Rainbow Six-nek minden lehetséges platformját. Holnap jön TTS-re, a Tachanka Rework, ezzel búcsúztak, és ezzel búcsúzzunk így mi is, hamarosan pedig folytatjuk a következő esport meccsel.